Erősödő kereskedelem. 2010 óta 5,9%-kal nőtt a kereskedelemben dolgozók száma, ezzel együtt a munkaerőkereslet is folyamatosan bővül. Állásbőrze. Értékesítőt, operátort, betanított munkást és idegen nyelveket beszélő asszisztenseket is kerestek a cégek az északkeleti régióban. Logisztikai kapcsolatok. Magyarország és Lengyelország gazdasági együttműködésének élénkítéséhez szükség van a közvetlen és egységes vasúti és közúti szállítási útvonalak kiépítésére. 2010 óta 5,9%-kal nőtt a kereskedelemben dolgozók száma, ezzel együtt a munkaerőkereslet is folyamatosan bővül. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Erről a nemzetgazdasági miniszter szólt az Európai Kereskedelem napján Budapesten. A rendezvényen Varga Mihály kiemelte, a szektorban 7,3%-kal nőttek a bérek az év első 8 hónapjában, azonban még mindig 3000 betöltetlen állás van a kereskedelemben. A miniszter hozzátette, ez arra ösztönzi a kormányt, hogy tovább gyorsítsák a szakképzés átalakítását. Az Európai Unió országaiban a kereskedelemben dolgozók száma meghaladja a 30 millió főt, Magyarországon pedig több mint 500 000-an dolgoznak az ágazatban, ebből a kiskereskedelemben 376 ezren. Ez az ágazat az elmúlt években egy nagyon jelentős foglalkoztatási növekedésen is keresztül ment. 5,9%-kal nőtt 2010 és 16 között az itt dolgozóknak a száma. Természetesen örülünk annak, hogy a kereskedelmi szektorból is egyre inkább azokat a véleményeket halljuk, hogy a szakképzésnek az átalakítását föl kell gyorsítanunk, ahhoz, hogy az itt meglévő munkaerő hiányt orvosolni tudjuk. Ma több mint 3000 üres álláshely van a kereskedelmi szektorban, ez is arra ösztönöz bennünket, hogy olyan jellegű intézkedéseket hozzunk, amelyek ezt a foglalkoztatási lyukat megpróbálják orvosolni. Szeretném azt is rögzíteni, hogy a kormánynak semmilyen olyan szándéka nincs, hogy a nyitvatartás kérdéséhez újra hozzányúljon. Az Európai Kereskedelem napján Budapesten magyar kereskedelemért nagydíjban részesítették a Nyírzem ZRT boltvezetőjét. Az elismerésre a cég vezetése terjesztette fel Kovács Oszkárnét. Ez kifejezi azt is, hogy 2000-től nálunk dolgozik 16 éve, és egy olyan egységvezető, aki a munkáját kereskedelmi nagyon jól végzi. És érdekes dolog az, akkor beszélgetünk a kereskedelmről, és kik dolgoznak a boltjainkban. Ez a hölgy egy főiskolát végzett hölgy, és úgy, mint főiskolát végzett hölgy is a szakmát jól megtanulta, és dolgozik a kereskedelemben. Úgyhogy jó lenne, hogyha nagyon sok ilyen jó felkészült kereskedelmi végzett szakemberünk is lenne. Ezért javasoltuk, tehát egy tisztességes, becsületes, igazi kereskedő. Jelen pillanatban Mezőkövesden egy Szuper ABC-nek vagyok a vezetője. 23-an azon dolgozunk minden nap, hogy a vevők igényeit a maximálisan ki tudjuk elégíteni, és kedvességünkkel, megfelelő áruválasztékkal visszacsalogassuk a vevőket minden nap. A rendezvényen arról is szóltak, a magyar internetes kereskedelmi forgalom részaránya 5 év alatt több mint kétszeresére nőtt. Tavaly az online kiskereskedelem nettó forgalma elérte a 319 milliárd forintot. 19 munkáltató kínálta ma állásajánlatait Nyíregyházán. Az északkeleti régió legnagyobb cégeinek standjai sorakoztak a megyeszékhely egyik bevásárlóközpontjában. Értékesítőt, operátort, betanított munkást és idegen nyelveket beszélő asszisztenseket is kerestek a cégek. 19 standnál nem csak nézelődtek, de érdeklődtek is azok, akik munkát keresnek, sőt voltak, akik egyenesen az önéletrajzukkal keresték fel a cégeket. Az állásbőrze összehozta a munkaadókat és az álláskeresőket ma a megyeszékhelyen. Ez a fiatalasszony korábban a szociális szférában dolgozott, majd közel 8 évig az egyik legnagyobb, Nyírbátorban működő, multinacionális vállalatnál alkalmazták, ám onnan eljött és közel egy éve keres állást. Folyamatosan keresem a munkahelyeket, munkanélküli központon keresztül, Facebookon keresztül, mindenhol, ahol csak lehet. Azért jöttünk most erre az állásbőrzére, láttuk Facebookon, és gondoltam, teszünk egy próbát, hogy az ember mégis több esélyt ad magának. Azért csak találunk valamit, mert azért úgy látom, hogy itt elég nagy cégek vannak. Molnárné érettségizett, szakmát nem tanult, így lehetőségei szűkebbek, azt mondja, mindenfajta munkalehetőség érdekli. Én azt mondom, hogy a bolti eladótól, az operátorig, a gépkezelő, minden, ami
Gyakorlatilag bármi, csak legyen valami, hogy ne otthon üljek. Az állásbőrze egy újabb lehetőség volt arra, hogy a munkát keresők megismerhessék a térség nagyobb cégeit. A hagyományos álláshirdetések sokszor nem érnek célba, viszont egy ilyen állásbőrze közvetlen lehetőséget kínál az ismerkedésre, a kapcsolatfelvételre. Ezzel a rendezvényel, egy ilyen helyszínnel mindenkit, minden társadalmi réteget, minden célcsoportot meg tudunk szólítani, tehát legyenek itt a pályakezdők, legyenek itt a szülés után visszatérő vagy visszatérni szándékozó édesanyák, meg hát egyáltalán legyenek itt azok, akik mondjuk váltani szeretnének, csak nem feltétlenül szeretik ezt kihangsúlyozni, hanem eljönnek egy ilyen kötött rendszerben, és tájékozódnak, egyáltalán fölmérik, hogy mik a lehetőség, mi a kínálat, és mit tudnak választani. Értékesítőket, tanácsadókat is kerestek ennél a standnál. Az egyik legismertebb hazai biztosító társaság karrierépítési lehetőséggel csalogatja a leendő munkavállalóit. Mi elsősorban pénzügyi területtel foglalkozunk, biztosításokkal, befektetésekkel, és hát értelemszerűen olyan orientáltságú jelölteket várunk elsősorban, akiknek ez már alapképzettség szinten megvan, de természetesen várunk olyan jelölteket is, vagy jelentkezőket, akik szeretnék magukat fejleszteni, illetve képezni ebbe a szakmában is. Bár a nyilvántartott álláskeresők száma több mint 17%-kal csökkent egy év alatt itthon, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében 282 ezeren keresnek munkahelyet. Mégis elmondható, hogy bizonyos régiókban komoly munkaerőhiánnyal küzdenek a cégek, ugyanis továbbra is megfigyelhető a szakképzettek nyugat felé történő elvándorlása. A Magyar-Lengyel Gazdaságfejlesztési Külkereskedelmi és Logisztikai Rendszerekről rendezett konferenciát a Magyar-Lengyel Kereskedelmi, Gazdasági és Kulturális Egyesület. A nyíregyházi eseményen elhangzott, a két ország gazdasági együttműködésének élénkítéséhez szükség van a közvetlen és egységes vasúti és közúti szállítási útvonalak kiépítésére, valamint a vállalkozások kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztésére is. Európai közlekedési korridorok, azaz vasúti és közúti útvonalak vezetnek keresztül Lengyelországon és Magyarországon. A kelet-nyugati irányú összefüggő logisztikai folyosók nagyobb része már mindkét országban kiépült az utóbbi években, az egységes észak-déli korridor azonban még hiányzik. Az erre vonatkozó konkrét tervek egy politikai-gazdasági együttműködés keretében születhetnek meg. A gerincvonalak szinte mindenütt készen vannak, amin most dolgoznak kormányzati szervek az, hogy a határ térségek legyenek bekötve ebbe a rendszerbe, illetve a városok elkerülő szakaszai készüljenek. Ezek én azt hiszem, hogy méltóképpen haladnak, jól haladnak. Ami fontos, hogy Lengyelországban is ezek legyenek, meg Lengyelországban is a nagy autópályarendszerek most készülnek el, és a Szlovákián átvezető szakaszok észak-déli pályák ellenben, hát Kassánál van Eperjes felé, ha mindenki, ugye, vagy illetve járunk a Tátrába, akkor ezen szoktunk menni. Tehát ezek itt is megvannak azok a részszakaszok, amelyeknek az összekötő részeit meg kell csinálni. Nem csak a megfelelő infrastruktúra, hanem a megfelelő gazdasági információk is fontosak a két országban működő vállalkozások számára. Lengyelországban már több mint két évtizede működik egy úgynevezett gazdasági információs adatbank, amely egységes számítógépes felületen segíti a vállalkozásokat a belföldi és külföldi kereskedelmi kapcsolatok létrehozásában. Annak a ténynek nagyon örülünk, hogy ez a rendszer eljutott Magyarországra is, amely elősegíti a vállalkozások, cégek részére azt, hogy közvetlenül, direkt módon, gyakorlatilag a munka asztaljukon található számítógépre kapják meg azokat az információkat, kereskedelmi lehetőségeket, kapcsolatokat, amelyeket aztán, ha igénybe vesznek, gyakorlatilag külkereskedelmi kapcsolatokra tehetnek szert. A lengyel adatbanknak már 100 000 regisztrált felhasználója van, akik az uniós tagállamokon kívül Oroszországból és Belorussziából is bejelentkeztek a szolgáltatásra. Emelkedett a megkötött tanulószerződések száma ebben az évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hangzott el a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által szervezett szakképzési konferencián. Az adatok szerint a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3000 ilyen tanulószerződéssel rendelkezik. Gondot jelent azonban, hogy a szerződések számát egyelőre nem követi a gyakorlati képzőhelyek száma. Az eseményen nagy előrelépésként értékelték, hogy ebben az évben növekedett az iparkamara által megkötött tanuló szerződések száma, köszönhetően annak, hogy tavaly lépett életbe a kamarai garancia vállalás rendszere.
Ez az intézkedés nagyban segítette a tanulókat a szerződéseik megkötésében, valamint abban, hogy a duális képzés keretében külső gyakorlati helyen tudják a gyakorlatukat teljesíteni. Jelen pillanatban közel 3000 tanuló szerződéssel rendelkezünk, ami nagyon jónak mondható a megye sajátosságaihoz képest, illetve pozitívumként tudom még megemlíteni a tavalyi évtől a felnőtt oktatásban is köthető tanulószerződés, és ezek is megjelennek már a tanulószerződések számában. Az össz tanulószerződéseinek számához képesen 16-18%-ban jelennek meg a felnőtt oktatásban lévő tanulóknak a tanulószerződései. A szerződések növekedését azonban egyelőre nem követi a gyakorlati képzőhelyek számának növekedése. A szakemberek tájékoztatása szerint a megyei iparkamara körülbelül 420 gyakorlati képzőhelyen rendelkezik, amelyeket a tervek szerint évről évre szeretnének növelni, de az adatok egyelőre stagnálást mutatnak. Tehát 320 gazdálkodó szervezet 420 képzőhelyén valósul meg a gyakorlati képzés, és ez a közel 3000 tanulószerződéshez képest az kellene, hogy egy kicsivel több gyakorlati képzőhelyünk legyen. Ez a jövő feladata, mindenféleképpen szeretnénk megtalálni a lehetőségét új potenciális képzőhelyeknek a bevonására a rendszerbe. A konferencián a szakképzés aktuális helyzetéről, a megyei munkaerőpiaci helyzetképről, valamint a tanulószerződéses gyakorlati képzés tapasztalatairól is hallhattak előadásokat az érdeklődő vállalkozások és oktatási intézmények képviselői. Nem történt személyi sérülés, viszont jelentős anyagi kár keletkezett abban a ráfutásos balesetben, amely szerda este történt a 38-as számú főúton Nyírtelek külterületén. A két gépkocsi ütközése után rendőri intézkedést követően állt helyre a forgalom. Engedély nélküli árusok, bejelentés nélküli alkalmazottak. Legtöbbször ezért büntetnek az adóhatóság szakemberei az ellenőrzések során. A témáról hamarosan szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 4 éremmel tértek haza az NVSC Big Boxing versenyzői az érdem megrendezett női ökölvívó bajnokságról. A felnőttek mezőnyében Nagy Kitti arany, Kovács Klára pedig ezüstérmet szerzett. Molnár Orsolya az ifjúságiak között szintén második lett, míg a serdülő Vastag Sára a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Felmentették a munkavégzés alól Kovács Pétert, a Kisvárda Mastergood Ese élvonalbeli női kézilabda csapatának vezetőedzőjét. A pénteken 18 órakor kezdődő Vác elleni hazai bajnoki mérkőzésen az eddigi másodedző Dévényi János irányítja majd az együttest. Engedély nélküli árusok, bejelentés nélküli alkalmazottak, legtöbbször ezért büntetnek az adóhatóság szakemberei az ellenőrzések során. A fogyasztóvédelem és vámigazgatóság revizoraira is számíthatnak az árusok az ünnepek előtt és közben, főleg a szezonális termékeket vizsgálják majd az ellenőrök. Tavaly csak a NAV összesen 4 millió forintos mulasztási bírságot szabott ki a megyében. Piaci árusokat és termékeiket ellenőrizték a NAV szakemberei az elmúlt napokban. A csütörtökig tartó akcióban több mindent vizsgáltak a revizorok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőri a napokban a nagyobb vásárcsarnokok és piacok területét ellenőrizték. Elsősorban azt vizsgálták, hogy a számla és a nyugtaadási fegyelmet betartják-e az árusok, illetve az alkalmazottakat szabályszerűen bejelentik-e. Ezeket az ellenőrzéseket egyébként a nagyobb ünnepek környékén szoktuk végezni. Természetesen most is karácsony környékén is számíthatnak erre, ezekre az ellenőrzésekre, azonban nem csak a piacokat fogjuk majd ellenőrizni, hanem a nagyobb kitelepüléseket, illetve a szezonális termékeket árusító árusokat is. A tavalyi téli akcióban több mint 130 vizsgálatot végeztek a NAV revizorai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A számla és nyugtaadás az esetek 40%-ában volt problémás, az alkalmazottakat pedig az esetek 80%-ában nem jelentették be a munkaadók. De az is kiderült, hogy az árusok nagy többsége engedéllyel sem rendelkezett. Ezért összesen 4 millió forint mulasztási bírságot szabott ki a hatóság. De nem csak a NAV, a fogyasztóvédelem is vizsgálódik az ünnepek előtt és közben. A szezonális termékek közül kiemelten a fényfüzéreket és izzókat ellenőrzik. Ha százalékban akarom kifejezni, hogy 50-50%-ban találunk rossz minőségű termékeket. Nyilván ez annak a függvénye, hogy hol keres az ember. Nyilván egy piacon jóval többet talál, egy áruházláncnál ennek a száma jóval kisebb, esetleg a nullához konvergál, de lényegében a bírság az 15 000 forinttól
egészen a csillagos égig mehet. Gyakorlatilag itt, mivel életveszélyről van szó, mert termékbiztonsági kérdés, tehát a tűz és áramütés miatt, ez azt jelenti, hogy első esetben is szankcionálni kell, még abban az esetben is, ha kis és középvállalkozás hozta forgalomba ezt a terméket. De nem csak a forgalmazót bünteti meg ilyen esetekben a hatóság, hanem egy úgynevezett nyomonkövetési folyamat végén megpróbálnak eljutni az importőrhöz. Ha ez megvan, akkor pedig nemzetközi jogsegély keretében magához a gyártóhoz is eljuthatnak. Bakó Zsolt hozzátette, sok esetben a hibás termékek illegális csatornákon keresztül távol-keleti országokból érkeznek Magyarországra. Felmentették a munkavégzés alól Kovács Pétert, a Kisvárda Mastergood Ese élvonalbeli női kézilabda csapatának vezetőedzőjét. A pénteken 18 órakor kezdődő Vác elleni hazai bajnoki mérkőzésen az eddigi másodedző Dévényi János irányítja majd az együttest. Nem tudom. Ez egy nehéz iskola, tehát ezt tanulni kell, tanulnunk kell az NB1-et. Hát az ember mindig csak abba bízik, hogy az elkövetkezendőben, tehát hogy tanulunk belőle, hogy ez jobban fog működni. Ezeket a mondatokat a Dunaui várostól elszenvedett hazai vereség után mondta Kovács Péter. A szakember akkor még bízott abban, hogy irányításával előbbre léphet a csapat, szerdán azonban kiderült, hogy a remélt javulást már mással a kispadon érheti el a KKC. Kaptam ezzel egy írást, hogy felmentetnek 2 hétre munkavégzés alól. Szerintem ez a elbocsátja szép üzenetnek a kezdete, hogy miért ebben a formában, arról sincs információ. Természetesen az ember ezt mindig nehezen éli meg, hiszen megpróbálja legjobban elvégezni a munkáját, el kell fogadnom. Tehát amíg az embernek főnöke van, az bármely területén ez elkövetkezhet. Kovács Péter nyáron érkezett az élvonal újoncához. A szakembernek 7 bajnoki mérkőzésen 2 győzelem és 5 vereség a mérlege. A Magyar Kupában egy kört ment a Kisvárda, majd az NB1-B Szegeddel szemben búcsúzott a sorozattól. A szakember szerint még időre lett volna szükség ahhoz, hogy eredményesebb legyen a csapat. Az biztos, hogy nagyon nehéz a csapatot formálni, főleg úgy, hogy ilyen valójában sok nemzetből tevődik össze a gárda, hiszen ha jól belegondolok, a kezdő 7 játékos, ugye a 6 nem magyar. Na most itt nagyon megnehezíti a dolgot a kommunikáció. A közös gondolkodás, a közös kommunikáció, az utasításokat, a kiadásra, hiszen az egyik játékos csak portugálul vagy spanyolul beszél. Aztán vannak az ukránok, akik ukránok, néhány játékos beszél ugye angolul. Akkor tudok kommunikálni, de egységesen igazából nem tudtam a csapathoz hozzászólni. És ezt leginkább mérkőzésen úgyse szokott ki. A Kisvárda legközelebb péntek este 18 órakor lép pályára, akkor a tabella 6. helyén álló Vácot fogadják Kucserováék. A hazaiakat a korábbi másodedző Dévényi János irányítja a találkozón. 4 éremmel tértek haza az NVSC Big Boxing versenyzői az érdem megrendezett női ökölvívó bajnokságról. A felnőttek mezőnyében Nagy Kitti arany, Kovács Klára pedig ezüstérmet szerzett. Molnár Orsolya az ifjúságiak között szintén második lett, míg a serdülő Vastag Sára a dobogó 3. fokára állhatott fel. Az elmúlt hét második felében Érden rendezték meg a női ökölvívó magyar bajnokságot. 4 korosztályban 59 egyesület képviseletében 163 boxoló lépett szorítóba. Az NVSC Big Boxing betegség miatt ugyan nem a tervezett létszámon utazott el az OB-ra, de nyíregyházi versenyző így is volt minden korosztályban. Az 5 Nagy Lajos tanítvány közül 4-en éremmel tértek haza a bajnokságról. Sikeresnek mondom, mert az 5 lányból egyetlen egy lány nem lett érmes junior korosztályban, a magyar Bogi, de ő is jól boxolt, tehát minden dicséretet megérdemel. A többiek pedig érmesek lettek. Vastag Sára serdülő 57 kg-ban, Molnár Orsolya plusz 81 ifi, illetve Kovács Klára felnőtt 54, és Nagy Kitti pedig felnőtt 57 kg-ban, ő meg is nyerte. Klára ő ezüstérmes, illetve az Orsi is. A 6. bajnoki címét megszerző Nagy Kitti már a tatai edzőtáborban készül. Az 57 kg-os versenyző a magyar válogatott tagjaként ott lesz a jövő hét elején kezdődő szófiai Európa-bajnokságon. Nehéz megmondani az esélyeket. Ez Európa-bajnokság, mindenki a legjobbjait viszi erre a tornára. Sok minden függ az ökölvívásban, az amatőr ökölvívásban a sorsolástól. Talán majd, ha látjuk a sorsolást, akkor már könnyebb esélyt latolgatni.
Az országos bajnokságok közül idén még a felnőtt férfi OB van hátra, azon Kovács Rihárd képviseli majd az NVSC Big Boxing színeit, szombaton pedig a székesfehérvári profigálán a nyíregyházi Kovács Zoltán a WBO szervezet Európa bajnoki címéért lép majd szorítóba az orosz-tanzániai Komasz Cseha ellen. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 2010 óta 5,9%-kal nőtt a kereskedelemben dolgozók száma, ezzel együtt a munkaerő kereslet is folyamatosan bővül. Erről a nemzetgazdasági miniszter szólt az Európai Kereskedelem napján Budapesten. A rendezvényen Varga Mihály kiemelte, a szektorban 7,3%-kal nőttek a bérek az év első 8 hónapjában, azonban még mindig 3000 betöltetlen állás van a kereskedelemben. 19 munkáltató kínálta ma állásajánlatait Nyíregyházán. Az északkeleti régió legnagyobb cégeinek standjai sorakoztak a megyeszékhely egyik bevásárlóközpontjának aulájában. Értékesítőt, operátort, betanított munkást és idegen nyelveket beszélő asszisztenseket is kerestek a cégek. A Magyar-Lengyel Gazdaságfejlesztési Külkereskedelmi és Logisztikai Rendszerekről rendezett konferenciát a Magyar-Lengyel Kereskedelmi Gazdasági és Kulturális Egyesület Nyíregyházán. Az eseményen elhangzott a két ország gazdasági együttműködésének élénkítéséhez. Szükség van a közvetlen és egységes vasúti és közúti szállítási útvonalak kiépítésére, valamint a vállalkozások kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztésére is. A Kölcsei Televízió híradóját látták november 10-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is műsorainkért és további friss hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Péntek estig a Kárpát-medence a tőlünk nyugatra örvénylő ciklon előoldalán helyezkedik el, pénteken egyre több felé kell csapadékra számítani. Éjjel felszakadozik, csökken a felhőzet, majd gyengén és közepesen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Néhol kisebb eső, havas eső, hószálingózás előfordulhat. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, majd nyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet. A délutáni esti óráktól egyre több felé számítani lehet esőre, a délkeleti majd az északkeletire forduló szél időnként megélénkül. Délutánra 7 fokig csökken a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton a tőlünk délre elvonuló mediterrán ciklon nedves levegőt szállít a Kárpát-medence fölé, országszerte borult időre számíthatunk. Sokfelé várható kiadós eső, záporeső, melyet nyugat felől egyre nagyobb területen havas eső, havazás vált fel.